Az S&T AG a bécsi tőzsdén jegyzett cég. 18 országban van jelen. Gyakorlatilag az összes közép-kelet-európai országban, plusz távol-keleten Japánban, és hogyha minden jól megy, akkor nem sokára a Holdra is feljutunk a Polyspace segítségével. Egy kicsit közelebbről nézve a tevékenységünket, a S&T Consulting Hungary, az S&T AG magyarországi leányvállalata. 160 kolléga dolgozik ebben a cégben Magyarországon. Egyike vagyunk az ország vezető informatikai cégeinek. A cég különlegessége, hogy kis cégtől a nagy cégig bármilyen cégnek az igényeit ki tudja elégíteni, legyen szó akár IT infrastruktúráról, biztonságtechnikáról, storage rendszerekről, ERP rendszerekről, vagy éppen CAD/CAM vagy PLM rendszerekről. Magyarországon az integrált CAD/CAM rendszerek piacán toronymagasan piacvezető pozíciót töltünk be. Az S&T egy nagyon innovatív cég, és mi folyamatosan figyeljük a hasonló kezdeményezéseket az országban, és nagy öröm volt számunkra az, hogy találkoztunk a Polyspace csapatával, hiszen pont egy ilyen innovatív csapatot ismertünk meg bennük, mint amilyenre gondoljuk magunkat is. A cég történetében a közelmúltban is voltak hasonló ilyen innovatív kezdeményezések, példaként 2010-ben indítottuk útjára az ország legnagyobb gépészeti CAD/CAM oktatási programját. Több mint 1000 középiskolás, illetve műszaki, felsőoktatási hallgató töltötte le a szoftvert. Összességében több mint 5 milliárd forint értékben adtunk át gépészeti CAD/CAM rendszert, konkrétan a ProEngineert a magyar műszaki oktatás számára. A célunk az volt ezzel a programmal, hogy megkedveltessük a középiskolásokkal és a felsőfokú intézmények hallgatóival a műszaki tantárgyakat. A számítógépes tervezőrendszereken keresztül kicsit játékos formában ismerhetik meg a műszaki világot, és talán kedvet kaphatnak ahhoz, hogy később ebbe a irányban tegyenek lépéseket, és egy ilyen szép mérnöki pályára induljanak el. Egyébként egy érdekes kezdeményezés volt abból a szempontból is, hogy megpróbáltuk a műszaki oktatást és az ipart összekapcsolni. Számos nagy nevű ismert cég adta nevét a programhoz, és nem csak a nevét, hanem anyagilag is támogatta a programot. Többek között olyan cégek, mint a HP, a Sandvik, a Gordius Alpha, a HNS, a Hajdú Autotechnika, Rába, Knorr-Bremse, és még lehetne sorolni a cégeket. A programnak egyik fontos része volt egy országos ProEngineer CAD/CAM verseny is, amiben középiskolások és egyetemisták indulhattak két kategóriában, és összességében 2,5 millió forint értékű díjat osztottunk szét a győzteseknek. Szintén támogatjuk a BME FRT csapatot, akik részt vesznek egy nemzetközi versenysorozatban. Ez arról szól, hogy mérnök hallgatóknak működő autókat kell építeni, és ezekkel az autókkal versenyeken kell részt venni. És nagy büszkeséggel mondhatjuk, hogy bár nemrégiben csatlakoztak ehhez a versenysorozathoz, már is a 20. helyezést érték el a 90 résztvevő közül, és hozzátenném azt is, hogy a versenyben a világ minden tájáról jönnek csapatok, és a legtöbb csapat sokkal jobb anyagi körülményekkel, sokkal jobb anyagi háttérrel rendelkezik, mint a magyar csapat. Én azt gondolom, hogy ez megint csak a magyar leleményességnek egy nagyon szép példája, hogy sokkal szerényebb anyagi körülmények között is lehet világra szóló eredményeket elérni. A Puli csapatnak a támogatói az életünk, mert egy rendkívül érdekes kezdeményezésnek tartjuk ezt a projektet, és azt gondolom, hogy ez nagyon szépen összeköti a múltat a jövővel. Valószínűleg kevesen tudják azt, hogy már járt a Holdon magyar ember tervezte jármű, Pavlics Ferenc által tervezett holdjáró. Bízunk benne, hogy ismét járni fog egy jármű, most már a Polyspace gondozásában, és szeretnénk, hogyha ennek mi is részesei lehetnénk technológiai támogatás formájában. Azért gondoltuk, hogy ez az együttműködés gyümölcsöző lehet mindkét fél számára, hiszen egy rendkívül innovatív dologról van szó, és a PTC, akinek a termékeit képviseljük Magyarországon, éppen ezében indította útjára az új generációs Creo szoftvert, ami pontosan azokra a problémákra ad frappáns választ, amivel a Polyspace csapatának is szembe kell néznie. Az ötletek gyors feldolgozása, a legjobb termékvariációk kipróbálása és az együttműködés a különböző csapatok között. Azt mondom, hogy a Creo, a ProEngineer és a Co-Create nyomdokain haladva egy kiváló eszközt nyújt a Polyspace számára, és egy kicsit tágabb perspektívából nézve, én azt gondolom, hogy nemzeti szempontból is egy fontos dolog az, hogy van egy olyan ügy, ami mögé oda lehet állni, és támogatni lehet. Én azt gondolom, hogy még ez segíthet abban is, hogy a magyar űripar, illetve a repülőgépipar egy kicsit nagyobb lendületet kapjon. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy fontos momentum ez a magyar iparnak.